A két csapat nagy lendülettel és pont erősen kezdte a Semix kupa döntőjét. Ezt a bajnokságot megelőző tornát már másodjára rendezte meg a megyei szövetség, ami remek felkészülést jelent minden csapatnak a bajnokság kezdete előtt. Az első negyedben kosárra kosár esett, bentről és kintről is jól céloztak a csapatok. A feketemezes 50 éven aluliak egy picit jobban, így 2 ponttal megnyerték az első negyedet, 22-20-ra vezettek. A folytatásban sem engedték el egymást a csapatok, szoros volt a találkozó, de a nagy szünetre fordult a kocka. Bár a legminimálisabbal, de a SEC mehetett előnnyel az öltözőbe, 39-38 állt a táblán. A térfélcsere sem hozott különösebb fordulatot, bár a narancsmezesek tovább tudták növelni előnyüket, az mégsem tűnt behozhatatlannak, hiszen az utolsó 10 perc előtt mindössze 5 pont volt az U50 hátránya. A negyedik negyedben ezt pedig le is dolgozták, megfordították a meccset, és 81-75-re győztek, ezzel elhódították a Semix kupát. Tavalyhoz képest több együttes nevezett a bajnokságba, és elnézve a csapatok összeállítását, úgy vélem, hogy sokkal erősebb lesz ez a szezon, mint a tavalyi. Úgyhogy 12 csapattal fogunk nekivágni a bajnokságnak, és ahogy én látom és gondolom, hát az élboly nagyon szoros lesz, úgyhogy mindenképpen színvonalas szezon elé nézünk. Nekünk ez egy megtisztelő lehetőség, hogy továbbra is tudjuk támogatni, meg hosszú távon tervezünk egyébként így ebben a gondolatban. Tevékenység körünkből adódóan, ugye mi is támogatjuk az egészségmegőrzés és a tisztességes versenyt, ezáltal is azt gondoljuk, itt a lehetőség, hogy példát mutatva is, akár a más nagyobb cégeknek is, hogy egy ilyen eseményt, egy ilyen versenysorozatot támogatni tudjunk. A bronzérmet pedig a szolnoki Baglyok csapata gyűjtötte be, akik a harmadik helyért a Szolnoki Olaj U23-at győzték le 96-80-ra.